Sziasztok, én folyok, és ez itt egy újabb videó, méghozzá egy F1 2013-as videó, és kérdezitek, hogy ez mi a francot keres az első csatornán. Igazából szerettem volna kipróbálni egy ilyen új dolgot, és hogyha sokan nézik meg, hogyha sokan like és tetszik nektek, akkor tovább fogom folytatni. Online fogok versenyezni más emberek ellen, és ilyen háromkörös versenyeket, és hogyha ennek az első videónak jó nézettsége lesz, akkor ebből el fogok kezdeni egy sorozatot, aminek majd ki fogom találni a... Hoppá. Igen, szóval aminek majd kitalálunk menő szabályokat, meg ilyesmi, és akkor végig fogunk vezetni egy sorozatot. Úgyhogy, hogyha tetszik, bár ezt majd a videó végén tegyétek meg, hogyha tetszett ez a videó, akkor majd dobjatok rá egy lájkot, hogy tudjam, hogy szeretnétek, hogy ezt csináljam. Úgyhogy csinálják egy új sorozatot, úgyhogy köszönöm szépen. És keresek egy mérkőzést, és utána kezdhetjük is. Srácok, a koreai nagydíjon veszünk részt. Úgyhogy ez elég jó lesz, remélhetőleg. És ilyen Red Bullban fogunk ülni, ha jól látom, és második helyen kezdünk a négyből. És az a lényeg, hogy megnyerjük az egészet. Na! Kezdődik a verseny, második helyen kezdek, VNL, Pajnefull. És olyan egy Caterham, mögöttem egy McLaren, és ott pedig egy nem tudom milyen kocsi. Nem is fogom megtudni. Fú, és kezdődik, ó, basszus. Rosszul rajtoltam, de szerencsére az első még rosszabbul rajtolt. És remélhetőleg nem fognak belém jönni. Belső íven van egy emberke. Kiszorít, mi a franc? Ezért imádok online versenyezni. Mert kiszorítanak a francba. Hát ez fantasztikus. Nem baj, remélhetőleg utol fogjuk őket érni. Be fogjuk tudni őket előzni. Csak egy másodperccel van előttem. Egy jó kis kanyar kombináció. Húha! Ez egy elég jó pálya. Egyre jobban érem utol a Sauberes kollégát. Már csak kevesebb, mint egy másodperccel van előttem. És itt most fel fogjuk használni a DRS-ünkből egy csomót. Hogy beérjük a kedves ellenfeleket, akik egymással fognak küzdeni, és remélhetőleg kiütik egymást, hogy valami ilyesmi történni fog. Ahogy harcolnak, kiüti a Caterhamet is. Ez a Kuo Vades, ez nem tud vezetni, szegény, vagy nem tudom mi a neve igazából. De utol fogom érni, és szét fogom szedni. Mert ez nem fair, amit művel.
És ennyi volt a versenye. Ott a fűben tökéletes lesz számára. És hogyha nem rontunk többet, akkor a kezünkbe fog hullani a győzelem. És hogyha elég gyorsak leszünk, azt azért tegyük hozzá, mert itt van mögöttünk ez a Caterham, aki viszont elég jól vezet. És Kovadis kilépett. Hát igen. Szerintem nem lehetett több 10 évesnél ez a gyerek. És ennyi a leggyorsabb kör. Ez eddig a leggyorsabb kör, úgyhogy megpróbáljuk még egyszer megcsinálni a leggyorsabb kört. Az mögöttem lévő kateremnek nincs előső szárnya. Úgyhogy még mindenünk megvan. És az első szektor nem volt éppen a leggyorsabb. Hoppá, kicsit csúszkálok. És úgy érzem, kezd beérni a mögöttem lévő Caterham. Szerencsére a harmadik helyezett az valahol Narniában van. Köze nincs hozzánk. Hú, pácska. Na és itt jön ez a nehéz kanyar. Elég jól haladunk. Mindjárt itt a harmadik szektor. És igazából szerintem elrontotta a kanyart a Caterhames, úgyhogy az első versenyünket meg is nyerjük. És milyen kis lett a leggyorsabb kör még ott a végén. Há, és a gyerek, aki kiütött minket, és kiütötte a Zauberest is, vagy mi ez, Caterhamet is, ez kilépett, úgyhogy én ennek nem tudjátok, annyira örülök. Úgyhogy fantasztikus, jöhet is a következő verseny. És itt van Payne James. A Forma 1 történetében az első magyar, aki győzelmet nyert. Na jó van gyerekek, itt vagyunk a malajziai nagydíjan. Öten leszünk, és én egy Williams-et vezetek. Csak hogy tudjátok, a kocsik ugyanolyan, szóval nincsen köztük különbség. Negyedik helyen kezdek az ötből. Ami nehéz lesz, mivel... Mármint, hogy azért nehéz, mert az első kanyarba mindenki össze fog menni. De megoldjuk, és megnyerjük ezt a versenyt is. Remélhetőleg, hogyha csak nincs valami profit. Mert amint tudjátok a második csatorna a karrieremből, karriermódomból, hogy Malajzián nem vezetek jól, sajnos. Húj, de jó vagy. Negyedik helyen kezdek. Van mögöttem egy McLaren, előttem egy Lotus, egy Marussia és egy Ferrari. Pontosan, igaza van ez ellen, vagy a... emberkének. És felhasználunk egy kis DRS-t is. Szóval félek, hogy ki fognak szorítani. Oké, belső ívre húzódok. Oké, köszi. Oké, szép volt. Sziasztok! Hát ezt megoldottam. És az első kanyar után első vagyok. Hát ez fantasztikus. Félek, hogy a mögöttem lévő tud vezetni. Vagy bárki mögöttem, mert akkor a második szektorban megelőznek. Nem is vettem be annyira rosszul ezt a kanyart. Sőt, lehagytam a mögöttem lévőket a második szektorban. Mi a franc történik itt? Bármivel ők küzdenek, ezért igen, erre számítottam.
az egyik kipördült, és ez volt az egyik legrosszabb kanyarom az egész évben, majd ez az egyik legkevésbé kedvelt kanyarom, de már elmentünk mellette, és ez a kanyar ugyancsak nagyon nehéz, de a kigyorsítás nagyon fontos. És itt felhasználjuk a DRS-t, elmegyünk külső ívre, és nem látunk senkit mögöttünk, ami fantasztikus jel. És megnézzük, hogy mennyire hagytuk le az ellenfelet, jelenleg 1.45-ös kört futottunk első körünkbe. Ó, a mögöttem lévő emberkének van izéje, büntetése. Ez fantasztikus. Hoppá. És Billy kilépett. Ne, Billy, ne! Te voltál a kedvencem. Nagyon jól haladunk. Stark nagyon le van maradva, és még ha meg is elő, szerintem van egy 10 másodperces büntetése. Oppácska! Egy kis csúszás. Már csak 4 másodperce van lemaradva. Basszus kulcs! Csak nem rontja el ő is ennyire ezt a kanyart, akkor most szerintem elég sokat sikerült javítania rajtam. Most jön ki a kanyarból. 1.38.7, hát inkább 1.38.8. Stark gyorsabb kört futott, de csak nagyon kicsit. Lehet felhasználok itt is egy kis kerszt. Így jó lesz. Fúha! Tartani kell valahogy az elejét. Tökéletes. Itt is felhasználunk egy kis kerszt. Kicsit jobban beosztjuk, és nem csak egy kanyarba használjuk el az összeset. Viszont úgy érzem, ér utol a Chávez, viszont eddigi leggyorsabb második szektort futottuk. Fú, ott levettem egy kicsit a gázról a lábamat, mivel féltem, hogy neki, hogy rámegyek a köves ágyra, aztán megszívom. És így szerintem jó lesz. És tömegtereg enyém lesz a leggyorsabb kör is. És itt van a célegyenes, és 2-ből 2 verseny. Fantasztikusak vagyunk. Bum! Eddigi leggyorsabb kör, nézzük meg a következő. Ez az, miénk lett a leggyorsabb kör is, méghozzá van egy 10 másodperces büntetése mögöttünk lévőnek, úgyhogy lehet Lanusz Sziatűr is megelőzi. Pontosan megelőzte, ami elég ciki. Ami nagyon ciki. És most már csak megvárjuk Golf Homárdot, hogy beérjem. Well done, well done. Első hely, másodjára is. Ketten is kiléptek. És jöhet az ünneplés. Whee!
Helyet ünnepeltünk. Mi a franc a mellettem lévő emberke kiszáll egy nem létező kocsiból? Yeah! És igazából ennyi lett volna a videó, hogyha érdekel, hogy milyen sorozatot csinálnék ebből, akkor körülbelül olyat, hogy hogyha lennének nézők, akkor ellenük is szívesen versenyeznék. De hogyha nincsenek versenyző, vagy nincsenek barátok, akik ezzel, vagy nézők, akik ezzel játszanak, akkor olyan sorozatot csinálnék, ahol ilyen kicsit fifásat, hogy beállítanék magamnak 5 darab divíziót, és ebben az 5 darab divízióban mindig lenne valahány pont, amitől kiesünk, valahány pont, amiben pedig tovább jutunk. És versenyeznénk 5-5-5-5 versenyt, mondjuk lenne 5 divízió, és 5 versenyt versenyeznénk mindegyik divízióba, és az lenne a lényeg, hogy feljussunk az első osztályba, és hogyha megnyertük azt a bajnokságot is, úgy képzeljétek el, hogy mondjuk ott 5 versenyből 125 pontot kell összegyűjteni, ami azt jelenti, hogy az összes első, különben kiesünk. Úgyhogy, és mondjuk az 5. osztályba pedig 50 pontot kell elérni, ami mondjuk 2 győzelem, 2x25 pont, és akkor úgy jutunk fel, úgyhogy körülbelül így ennyi a kis ötlete az új sorozatnak, és köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, és hogyha szeretnétek ezt az új sorozatot, akkor dobjátok egy lájkot, és dobjátok egy kommentet is, és hogyha nem tetszett, dobjátok egy dislike-ot, és írjátok le a komment szekcióba, hogy miért nem tetszett, és én Painfu voltam is, a viszont hallásra.